Ezúttal kerékpártárolót építettek a látássérültek vezető sávjára Pécs belvárosában. Híradónkban már korábban is beszámoltunk arról, hogy számtalan helyen ütköznek akadályba a vakok, de a helyzet most tovább romlott. Most a bérelhető elektromos biciklik állják útját a fehér bottal közlekedőknek. A tárolókat elhelyező cég szerint azonban a kerékpárok nem akadályozzák a közlekedést. Ez a vezetősáv éppen egy kávézó teraszának vezet Pécs történelmi belvárosában, de a bordázott térkő útjába számtalan tárgyat pakoltak már, hol hirdetőtábla, hol virágcserép, hol valamilyen bútor teremt balesetveszélyes helyzetet. Ilyenkor a látássérült keres valami egyéb más támpontot, akár házfalat, akár kerítést, akár járdaszéle, útszéle, útszegély, tehát bármilyen más támpontot. Kérdés, hogy talál-e biztonságosan az ember egy ilyen támpontot abba az irányba, merre haladni szeretne, vagy mindenhol csak akadályok vannak, és akkor végső esetben segítségre szorul, a járókelők segítségére. Az emberek többsége ráadásul nem is tudja, mire valók ezek a különleges járdalapok. Fogalmam sincs. Azt viszont valamennyien látják, hogy megoldást kellene találni erre a problémára. Melyik ujját harapja meg? Egy a lényeg, ha a vakok ezt használják, akkor az úgy balesetveszélyes, egyértelmű. A teraszt meghagynám, és a téglát vinném körbe. Nem hiszem, hogy annak van értelme, hogy neki megy a falnak, szerencsétlen, aki amúgy is világtalan. A kölcsönözhető kerékpártárolót, ami a legfrissebb akadály a vezetősávon, eredetileg nem ide tervezték. Városképi és örökségvédelmi szempontok miatt módosult az eredeti elképzelés. A látássérültekre azonban ezúttal sem gondolt senki.